Katona Szilvia, az iskola tanára azt mondja, nagy volt az érdeklődés a szakirány iránt. Multimédiás képzés már 4 éve van a Mihajlo Pupin villamossági szakközépiskolában, eddig azonban csak szerb nyelven indítottak osztályt. A multimédia elektrotechnikus szak már 4. éve indult el, magyar nyelven első ízben. Az érdeklődők száma nagy volt, jelenleg 18 diákunk van ebben a tagozatban. A diákok megnézték a stúdiót, a szerkesztőséget és a vágóegységet is, sőt kipróbálhatták, milyen operatőrnek, vágónak vagy riporternek lenni. Azt tetszett legjobb, amikor néztük, hogy hogyan kell feldolgozni a szövegeket, hogyan kell vágni. Még nem tanulunk multimédiát, mivel csak a 3. és a 4. osztályban fogunk, de már előre tudjuk az órarendet. Így hát fotomontást, audio eszközökkel fogunk dolgozni még, videomontást, különböző animációkat fogunk még készíteni. A diákok a jövőben többször is ellátogatnak majd az Újvidéki Mozaik televízióba.